Csomagom érkezett, és úgy döntöttem, ahogy hazaérek, rögtön beülök a kamera elé, és a kamera előtt fogom kibontani ezt, ami itt van előttem. Sziasztok, Norbert vagyok, és akkor nézzük meg, hogy mi van ebben a csomagban. Egyébként ez a csomag a DVD premiéréről érkezett. Szívem szerint egyébként a Filmarénától rendeltem volna, de sajnos ők Ausztriába elég horribilis összegért szállítanak, úgyhogy maradt a DVD premieri. Így is a csomag tartalmával együtt ezért körülbelül 130 eurót fizettem, ami azért nem kevés. És a benne levő kiadványokat egyébként Csehországból kellett megrendelnem, de erről majd egy picit később, előbb nézzük is meg a kiadványokat, melyeket most kaptam, ma hozott a postás. Na. Igazából a DVD premierről már csináltam egyszer egy unboxingot, de hát most megmutatom újra, így néz ki a doboz belülről. Itt van benne a négy műanyagtokos kiadvány, természetesen itt a számla is, amire nekem most nincs szükségem. Egyébként ezt soha nem fogom megérteni, hogy 2019-ben miért küldenek még mindig papíralapon számlát, de hát valószínűleg ott jobban tudják. Ugyanez a helyzet egyébként a Filmarénával is. Most én ezt fel is bontom. Ahogy látjátok, ilyen buborékos fóliában volt tekerve ez a négy, vagyis öt kiadvány. Nem is négy, hanem öt kiadvány. Eléggé jó, eléggé bombabiztos. Hát nem bombabiztos, de azért eléggé biztos csomagolás volt ez. És ezek jöttek most. És ezeket szeretném most nektek bemutatni, illetve hát kaptam még egy ajándék Blu-ray-t is, amit én választhattam. Ez sajnos Magyarországon nem jelent meg. Bemutatom ide is az oldalsó kamerába, hogy lássátok. Egyébként új oldalsó kamerám van. Úgyhogy ezen egyébként nincs magyar vonatkozás. De ezt választottam azért, mert magyarul ez csak DVD-n jelent meg, hát igazából fogalmam nincs, mi a magyar címe, de akkor, amikor kiválasztottam, akkor utána néztem, úgyhogy tudtam, hogy mit választok. De nem is ez a fontos, nem is ezért akartam ezt a videót megcsinálni, hanem ezek miatt, és bemutatom őket ide az oldalsó kamerába is, így néznek ki, tehát a Batman-ek közelről, ahogy látjátok, ez egy cseh kiadás, és akkor most el is mondanám, hogy miért kellett ezt a négy kiadvány Csehországból megrendelnem. Hát azért, mert Magyarországon annyira szuper a filmforgalmazás, hogy még olyan kiadványokat se adnak ki, melyeken ott van a magyar szinkron és felirat. Komolyan mondom, nevetséges ez, ami történik Magyarországon. Mi a pének van valakinél a forgalmazás joga, hogyha nem hoz be mindent az országba? Ez olyan vicces, komolyan mondom, nem is értem, hogy miért nem adják át másnak azokat a rohadt jogokat? És emiatt egyébként a csomó kiadványról lecsúszunk, többek között erről, ezekről is. Azt már egyébként lehetett tudni, hogy ezekre rákerül a magyar szinkron, legalábbis az UHD-kra, de a csehország, illetve a lengyel verziókon a sima Blu-ray-en is ott van a magyar szinkron és felirat. Igen, mint a négy részen. És akkor én most be is mutatnám ezeket gyorsan ide az oldalsó kamerába. Így néz ki tehát a Batman első része, így néz ki a hátulja. Ezt, ahogy látjátok, ez ilyen zsugorfóliában van, de ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért. Itt van a Batman visszatér. Természetesen itt a hátulja is. Itt van a Batman és Robin. Így néz ki a hátulja. Mindörökké Batman, és így néz ki a hátulja ennek is. A Filmaréna egyébként írta, hogy az első rész azért van zsugorfóliában, mert sajnos a cseh kiadó, ebben az esetben a Magic Box rossz kiadványokat kapott, és javított lemezeket utólag tették bele a kiadványba. Ettől függetlenül azért
azért vadi új kiadványról van szó, remélhetőleg azok a cserelemezek, amelyeket beleraktak az első részbe, nem kartosak, vagy nem új lenyomatosak. Igazából nem csak ezt akartam bemutatni nektek, hanem szeretném kisbontani ezeket a kiadványokat, már pedig azért is, mert nagyon kíváncsi vagyok rájuk, én is szeretném őket megnézni, úgyhogy most itt a hosszú hétvége, szerintem lehetőségem nyílik végignézni mind a négyet, és akkor kezdeném is a sort a sima Batmannel, tehát ezzel a Michael Keaton és Jack Nicholsonos Batmannel. Ahogy látjátok, ezen itt a zsugorfólia, ezt így megpróbálom ide az oldalsó kamerába is bemutatni. A fóliát azt ledobom. És így néz ki tehát a Batman kívülről. Sokan kíváncsiak egyébként, hogy hogy néz ki a belső, de akkor még egy kicsit csigáznám őket. Így néz ki tehát a Batman kívülről. Az eleje, hátulja, és most jön a leleplezés, így néz ki a belső. Nekem egyébként megvan az előző kiadású Blu-ray-em is, ezen elvileg a Blu-ray-en is a film felújított változatának kellene lennie, legalábbis a nyugati kiadásokon legjobb tudomásom szerint az van. Majd meg is fogom nézni. Ezt majd a videó végén természetesen erre kitérünk. És akkor folytatnám a sort a következővel, ez már ilyen tépőcsíkos csomagolásban van. Ezt így le is veszem, erre már nincs szükségem, és akkor jöjjön megint ide az oldalsó kamerába. És most látom egyébként, hogy ez nem a második rész, hanem az utolsó. Úgyhogy kicsit rosszul raktam sorba. Úgyhogy ez a Batman Forever, azaz mindörökké Batman sima műanyagtokos változata, így néz ki tehát a front, így néz ki a hátlapja, a hátulja, így néz ki kinyitva a kiadvány, ezt valahogy így befordítom, hogy látszódjon, és hogy ne verődjön vissza a fény, és így néz ki a kiadvány belülről. Ahogy látjátok, ennél sem egységes a lemezek szitázása. Erről egyébként annyit kell tudni, hogy a Blu-ray, ebben található Blu-ray, szóval sima Blu-rayről van szó, most jelent meg először magyar szinkronnal. És ha jól látom, itt hátul, akkor 5.1-es szinkron van ezen. És akkor most már a helyes sorrendben mutatnám, itt a Batman visszatér. Ezt is így bemutatom ide az oldalsó kamerába, így néz ki a Batman visszatér előről, ez a frontja, ez a hátulja, így néz ki természetesen kinyitva. És ahogy látjátok, a lemezek szitázása ennél a kiadványnál sem azonos, amit egyébként sajnálok. Elvileg ebben is a film felújított változata található a Blu-ray-en, de ezt majd meg fogom nézni, picit később. És akkor itt van az utolsó Batman-es 4K UHD plusz BD. Ez egyébként a Batman és Robin, de hát sorrendben ez a harmadik, ha jól tudom. Akkor tudom, vagy negyedik? Na mindegy. Nem, ez a negyedik rész. Úgyhogy bocsánat, akkor ezt rosszul tudtam, de ez a 97-es, ez a negyedik, és tudom, hogy volt 95-ben is egy Batman, úgyhogy ezt be is mutatnám ide az oldalsó kamerába, így néz ki tehát a Batman and Robin a frontja, így néz ki a hátulja, így néz ki kinyitva a kiadvány, hoppá, így látszik is, és a változatosság kedvéért ennél sem azonos a belső, legalábbis a lemezek szitázása. Erről is egyébként azt kell tudni, hogy a sima Blu-ray-en először most jelenik meg magyar vonatkozással, és ha jól látom itt hátul, akkor 2.0-as magyar szinkron tartalmaz. Egyébként nem is értem a logikát, hogy az első rész az... hol van... 5.1-es magyar szinkron tartalmaz, akkor itt a második rész, legalábbis a leírás szerint a második rész
és 5.1-es magyar szinkron tartalmaz, akkor ez a harmadik rész, ez hol is van, olyan kis betűkkel van, hogy ez is 5.1-es magyar szinkron tartalmaz, és az utolsó rész a leírás alapján pedig csak 2.0-as magyar szinkron tartalmaz, de azt viszont mint a sima Blu-ray-en, mint a 4K-n. Úgyhogy ennyi volt a Batmanek gyors bemutatása, és akkor én most az első két részt külön veszem, és meg is szeretném őket nézni a közelebbről, hogy tényleg a Blu-ray-en a film felújított változata kapott-e helyet. Erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Időközben idehoztam a laptopomat is, és megtaláltam itt mögöttem a polcon a korábban kiadott kettő Blu-ray-t, Batman Blu-ray-t, meg is mutatnám őket. Batman visszatér, ezek is történetesen cseh kiadások. Tudom, szégyellnem kellene magam miattuk, de akkor, amikor vásároltam őket, olyan jó árban voltak, hogy egyszerűen nem hagyhattam ki őket. De nem is az a lényeg, hanem a lényeg az, hogy erről a kettő lemezről csináltam egy BD infót, mint ahogy ebben a kettő kiadványban szereplő BD lemezről is csináltam BD infót. Ezeket az infókat egyébként a videó végén megtaláljátok, illetve a videó leírásába is beraktam őket, hogyha valaki pontosan vagy végig szeretne menni rajtuk. Azt kell mondjam egyébként, sajnos nem kaptuk meg a felújított változatokat Blu-ray-en. Úgyhogy ebben a kettő kiadványban található Blu-ray egy az egyben nem csak külsőleg, de tartalmilag is megegyezik a már korábban kiadott Blu-ray-ekkel. Sajnálom, de ez van, reménykedtem benne, hogy Magyarországon, vagy legalábbis a kelet-európai lemez is megkapja a felújított változatot, de nem kapta meg sajnos. Ennyi volt tehát a Batman UHD-k gyors bemutatása. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Sajnálom, hogy ezek a kiadványok Magyarországon nem jelennek meg. Még egyszer nem teljesen értem, hogy Magyarországon miért van a Warnernek home videós partnere, hogyha egyszerűen szelektálnak a kiadások, kiadványok között, és csak azt hozzák be, amit be akarnak hozni, nem úgy, mint a csehek, akik tényleg harcolnak is a kiadványokért, és tényleg mindent behoznak, amit csak lehet. Ha tetszett ez a videó, akkor természetesen nyomj egy lájkot, és ha még eddig nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Hamarosan egy újabb videóval jelentkezem, az egy meglepi videó lesz, úgyhogy érdemes velem tartani. Legyen szép napotok, sziasztok!